a genogramot, amikor felvesszük ugye a családi ugye a családrajzot lényegében a családi térképet és megnézzük, hogy a betegségektől elkezdve a, a betélésekig egészen a halálesetekig hogy mi az, ami történt, mert vannak ilyen ismétlődések és ez nagyon érdekes látni, hogy Ugyanabban az életkorban ugyanakkor történik valami. De ez még mindig nem felmentés, hogy hát igen, ezt én is így csinálom, és akkor most én is így adom tovább, és ezzel vége, hanem felismerem ezt a tendenciát, és akkor proaktívan én beleállok a saját életembe, és teszek valamit azért, hogy ez ne ismétlődjön, tehát hogy megszakíthatom ezt a mintát, és tehetem másként. Hát, hogyha visszamész, és azt a történetet mesélhetővé teszed, kicsit szembenézel annak a fájdalmával, gyászával, lehet, hogy a nagymamád ma vagy a dédnémamád nem tudta megtenni, de megteszed te a magad módján, akkor ott már nem egy ilyen elsülyeztett tartalom van, mert ezek a legveszélyesebbek, amik ott vannak titkók, ott vannak elhallgatott dolgok, azt se tudod, hogy, hogy mivel kell szembenézzél. Ez olyan, mint a félelmeknél, minél kézzelfoghatatlanabb, annál nagyobb lesz. Köszöntöm Önöket március utolsó hétfőjén a Pszichotrillák podcastben. Önök is tudják, a márciusi hónapunk ugye az önismeretről szólt. Egy nagyon fontos témával foglalkoztunk, azt gondolom az eddigi hónapok egyik legfontosabb témájával. Mindegyik a maga módján tényleg érdemes arra, hogy foglalkozzunk vele, de hát valahol minden ott kezdődik, hogy először önmagunkkal foglalkozunk, és aztán tudunk az összes többi problémánkkal is kapcsolatunkkal foglalkozni. Önismereten belül pedig a mai műsorunk tartalma, az tulajdonképpen a transgenerációs mintákról fog szólni, hiszen ez is nagyon fontos az önismereti útunkon. Mit is hozunk otthonról, mi az, amit öröklünk, és mi az, amikor tudatosítjuk ezeket a dolgokat, és megpróbálunk esetleg egy lépést előrébb tenni a mi életünkbe, már hogy aztán a gyerekeink még egy lépést előrébb tudjanak majd lépni ezen belül. Dr. Kádár Anna Mária van itt velem a stúdióba, szervuszán köszöntelek. Ja, Petra, köszöntöm én is a nézőinket és hallgatóinkat is. Hát ez a transgenerációs minta, ez az utóbbi évek egyik legfelkapottabb témája kezd lenni. Egyre többet kezdünk vele foglalkozni, több könyv is megjelent a témába, ami azért mondhatjuk azt, hogy eléggé elterjedt mert rájövünk arra, hogy igenis számít az, amit mi otthonról hozunk, akár a szüleink, akár a nagyszüleink, akár a dédszüleink idejéből. Azok a ki nem mondott történetek, vagy akár kimondott történetek, azok a minták, és hát, hogy is mondjam, olyan helyzetek, amiket talán akkor nem is tudatosítottunk, de a későbbiekben a mi életünkbe egy hasonló helyzetbe visszatérnek. Na hát akkor mit is nevezünk mi pontosan transgenerációs mintáknak? Pontosan ezeket, amiket mondtál, azok a történetek, amelyek akár tudatosan ott vannak az életünkben, tehát hogy tudjuk azt, hogy, hogy milyen mintát adott a dédnagymamánk, ők nagymamánk, anyukánk, és ezzel mondjuk foglalkoztunk, de ugyanott vannak a ki nem mondott történetek és ide tartoznak a titkok, azok a traumák, amelyeket elhallgattunk, és amelyekről akár uh, tudatosan nincs is fogalmunk, de mégis valahogy a reakcióinkban, viselkedésünkben ott van azt is mondják, hogy és, igazából ezt Jung mondja, akinek a nevét már hogy az árnyék kapcsán emlegettük, hogy semmi sincs annál nagyobb hatással a gyerekekre, mint a szülők meg nem élt élete. Tehát, hogy azok az árnyékok, amiket elfolytottak, azok a késztetések, azok a történetek, amik lehet, mint ilyen csontvázak, ott vannak a szekrényekben, csak hogy ezekről nem lehetett beszélni, ahol lábujjhegyen kell járni. Ezt, ezt ilyen fantomoknak, vagy ilyen um, um, ilyen és um, kriptának is nevezik, ez Böszörményi Nagy Ivánnak az elméletében, hogy, hogy hiába nincs kimondva, mert ott van a fekete bárányoknak a története, a bűnbakoknak a, az életmeséje, minden-minden, tehát ami tudattalanul és tudatosan is ott van az életünkben. Minták, elfelejtett történetek, titkok, mindezeknek az összessége. Jó. Akkor uh, kezdjük a legelején. Szembesülünk egy problémával. Például az ötödik olyan kapcsolatban vagyok bennem, ami azért ér véget, mert azzal vádol a partner, hogy uh, nem vagyok hajlandó tudomást venni a problémákról. Ilyenkor megállok és azt mondom, na hazamegyek megyek anyukámhoz és megkérdezem, hogy mi történt nekünk az életünkbe, vagy az ő életükbe, vagy a nagyszülők idejébe, ami miatt én az ötödik sikertelen párkapcsolatomat zárom, amiatt, hogy nem merek szembesülni a felmerülő problémákkal. Igen, először mindig mondjuk egyéni szinten kell ezt megnézni, mert hogy azt látom, hogy ezzel a trenddel együtt úgy elindult ez a családi hibáztatás, meg önmagam felmentése is. Hát ez mindez azért van, hogy mert ők nagyanyám szakította akkori partnerével, és én most sajnos nincs mit tegyek, mert ez uh -huh. egy transzgenerációs történet, és már nem lesz se, hogy másképp csak így, mert pont az a lényege, hogy hazamegyek, mert ugye minden családterápiás folyamatban, folyamatban azért az nagyon fontos, hogy, hogy visszaküldenek, hogy menj vissza sejt családodba, és nézd meg, illetve a genogramot, amikor felvesszük, ugye a családi ugye a családrajzot, lényegében a családi térképet, és megnézzük, hogy a betegségektől elkezdve a, a betélésekig, egészen a halálesetekig, hogy mi az, amit történt, mert vannak ilyen ismétlődések, és ez nagyon érdekes látni, hogy ugyanabban az életkorban ugyanakkor történik valami. De ez még mindig nem felmentés, hogy hát igen, ezt én is így csinálom, és akkor most én is így adom tovább, és ezzel vége, hanem felismerem ezt a tendenciát, és akkor proaktívan én beleállok a saját életembe, és teszek valamit azért, hogy ez ne ismétlődjön, tehát hogy megszakíthatom ezt a mintát, és tehetem másként, és pont az az erő lesz ott bennem, amit uh, lehet, hogy uh, hogy a felmenőim elrontottak. Nagyon érdekes, hogy uh, ezelőtt, uh, talán egy évvel, uh, pont amikor az egyik ilyen transzgenerációs önismereti csoportot indítottunk, egy online csoport, uh, van egy ilyen nevető meg uh, Uh, ugye, ami az önismeret után van a, a partner kapcsolatos önismereti csoportunk, ez a Ráadó és Annyicska, és van a Bőhöm ezek mind ilyen meset címek. Mm. És akkor arra kértük, emlékszem a részevőket, egy uh, olyan, uh, például kiindul, amit én magam elkészítettem, hogy vettem a saját fotómat, és mellé montázsoltam az anyukám, a nagymamám, a dédnagymamám és az üknagymamám fotóját és úgy rátekinteni az arcokra, és ezt szerintem minden egyes nézőnknek ajánljuk, hogy vegye elő egy a családi albumokat, és, 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 tényleg szentelhet időt arra, hogy ezt elkészíti, hogy, hogy ott van benne egy olyan hihetetlen történet, ami, ami szavak nélkül elmondódik. Tehát annyi felismerésem volt csak ebből az egy fotóból, hogy, hogy melyik minta, hogyan ment tovább, mikor állítódott meg egyik vagy másik történet, hihetetlen az arcok, a, az arcizmok, a frizurák, a ruhák, minden mesél ott abban a történetben. És ennek mentén el lehet indulni egy ilyen, egy ilyen folyamatban, ahol igenis kíváncsi leszek az anyukám történetére, a nagymamáméra, és pont ezzel tudom őket megérteni, és akár a hibáztatás alól felmenteni, hogy de hát ő sem tehetett másként, mert az volt az ő története, és egyszerűen nem tudott kiszállni ebből az ördögi körből. Létezik olyan, hogy gyakorlatilag a család nem enged mondjuk ebből a mintából kilépni? Tehát, hogy ugye ők, tehát, hogy ar arra értem, ugye, hogy te felismered a problémád. Rá is jössz mondjuk arra, hogy igen, ez mondjuk egy ismétlődő dolog nálunk, mert valamit rosszul csinálunk, Uh, és akkor te másképp akarod csinálni, de hogy a család megmondja, hogy rosszul csinálod, mert mi már ezt egyszer átéltük, és tudjuk, hogy ezt másképp kell csinálni, és te ne változtass, mert hidd el, hogy én átéltem, és akkor én így csinálom. Tehát, hogy, hogy mennyire kötelez, arra hozom példának, hogy mennyire kötelez minket a minta, amit ottóról hozunk. Biztos, nagyon nagy ellenállás lesz minden változásra szemben, ez törvényszerű. Tehát mindig, amikor csak te saját magad akarsz kilépni a komfortzónádból, a komfortzónád is ugyanezt mondja, gyere vissza, itt a mézmocsár, ez a legjobb, ez a legtökéletesebb kell neked, az a sok bonyodalom, meg macera, meg sárkány, meg égigérőfa, ő itthon, kávézgassál, aztán majd valahogy eltelik ez a következő ötven év, mert hát így is lehet. Uh -huh. Amikor te a mintából, bármiből ki akarsz lépni, hogyha ugye az, a családtagjaid még nem dolgozták meg ezt a részt, az az első dolog, hogy azt mondják, hogy ez hülyeség. Ez nem így kell és akkor mersz te annyira nem populárisnak lenni, meg beleállni a saját történetedbe, mert ez a te döntésed. Tehát, hogy lehet akármilyen minta mögötted, te dönthetsz úgy, jó, persze nem mindig könnyű, és nem mindig sikerül egyedül, tehát nagyon sokszor egy hosszú terápiás folyamat van mögötte, mert igazából lehet is látni, hogy a terápia után megváltozott, tehát hogy a te változol, akkor megváltozik a rendszer is körülötted, ami akár azt is magával vonhatja, hogy lesznek emberek, akik ellened fordulnak, lesznek olyan személyek, akik kitagadnak akár, kihúznak a családi térképből, hogy te már nem vagy olyan. Minden megtörténhet. Tehát, hogy biztos, hogy ezzel is számolni kell, hogyha, hogyha te másként csinálod, akkor lesznek ellenérzések. Viszont... De mennyire tudod ezt a harcot megtartani? Hát na, ez jó kérdés, ez most mindenkinél egyénfüggő, de az biztos, hogy abban nem kell belemenni, hogy osztályfőnökőrákat tartunk visszafele. Hogy na, leültet a nagymamádat, és az és akkor a elmondott, hogy a transgenerációs történetek, és akkor ez így van, meg úgy van, mert ezt ők maguk kell felismerjék, hogyha fel tudják, vagy lehet annyira fájdalmas, hogy csak a tagadás, mint védekező mechanizmus működik. Nem, nem tud megoldani helyettük, de az energia az előre megy. De az a lépés, amit te teszel, az a következő generáció életében lesz gyümölcsöző, mert te már azt megmunkáltad, feldolgoztad. Te lehet, gyakorlatilag a gyermeket teszel jó. Tetted. Mert igen, lehető van egy elhallgatott holokausz történet, ami ugye félelmekbe, szorongásokba nyilvánul meg, úgyhogy nem beszéltünk róla, és akkor, tehát, hogyha visszamész, és azt a történetet mesélhetővé teszed, kicsit szembenézel annak a fájdalmával, gyászával, lehet, hogy a nagymamád vagy a dédnémamád nem tudta megtenni, de megteszed te a magad módján, akkor ott már nem egy ilyen elsülyeztett tartalom van, mert ezek a legveszélyesebbek, amik ott vannak titkok, ott vannak elhallgatott dolgok, azt se tudod, hogy, hogy mivel kell szembenézzél. Ez olyan, mint a félelmeknél, minél kézzelfoghatatlanabb, annál nagyobb lesz. De amikor ott állsz előtte és farkas szemet nézel vele, akkor kollégát, tudod, hogy mivel kell megküzdjél. Mindenkinek vannak olyan család történetei, amik el elvan, vannak hallgatva. És abban a pezben, hogyha ezeket mesélhetővé tesszük, nem könnyű. Hát ugye mind a holokausz történetek esetében, mind a, az áldozatokról beszélünk. De mi van az elkövetőkkel? Hát annak is vannak gyerekei, nem? Tehát, hogy neki is van egy unokája, aki szembe kell nézzen, hogy a nagyapja az lehet egy náci tiszt volt, és akkor most mit fog kezdeni ezzel a történettel? Tehát, hogy azt valahogy csak meg kell munkálja magában, hogy igen, és az is az ő család történetének a része. Tehát, hogy nem lehet meg, megtagadni, meg ezt. Én legalábbis Én. most láttam erről egy sorozatot, különben a, a, az, azokkal a leszármazottakkal, akiknek a, a szülei holokauszt Résztvevők voltak. És uhum. mi a címe? Meg fogom neked nézni egy dokumentumfilm a Viasztott uh -huh. és őket kérdezgetik, de a legtöbben megmagyarázzák, hogy nem tehetett uh -huh. mást. Szegény családból származott, a rendszerbe levitte, kötelessége volt, aki ellenállt az így járt, aki, és muszáj volt. És mégis és voltak, volt. akik ellenálltak. Az is egy történet. Így van. Tehát, hogy gyakorlatilag azért ezzel nagyon nehéz szerintem szembesülni, hogy egy ilyen, egy történet van a családi... kitelepítés című regénye. A, jó, az nem holokauszt történet, az a kommunizmus idején Igen. megélt történet, de hogy az meg pont arról szól, hogy... Igen, nehéz volt túlélni, de túl lehetett úgy is, igen. hogy ellenállta. -e. Minden esetre abszolút befolyásolják a döntéseinket ezek a, ezek a ki nem mondott, vagy tudatos tudattal történetek örökségünk, amit hozunk önmagunkkal. Na, de most miért fontos az, hogy bár ne bíráljuk a felmenőket, mert az az ő életük volt, és ugye hányszor elmondtuk, hogy Először a saját magunk árnyékával kell szembenéznünk, nem a másikat hibáztatni bármiért, vagy kivetíteni a saját problémánkat és árnyékunkat rá. Mégis valahol megpróbáljuk ezeket rendbetenni. Mennyire tudjuk rendbetenni? Képesek vagyunk egyébként? Mert ugye azt szokták mondani, hogy az első lépés felismerni, ám sokkal nagyobb lépésen lenne tenni. Hát megbékélni vele lehet, de az, hogy jóvá tenni, nem biztos. Mert visszafele ugye ez nem működik, hogy én most jó, persze, a jelenemben tehetek dolgok. A jelenemről nem tudom tudom megoldani. Csináljon. Mennyire nehéz, másképp csináljam. Hát nem könnyű, az biztos. Tehát, hogy nem úgy megy, hogy felismerem, és akkor én egyből átállok a másik sorba, meg könnyű ítélkezni. Ugye, hogy Mert valóban ott az én nagyon sok kényszerítő tényező volt, és uh, nem mindenkinek volt meg az az én ereje, vagy lehetőség akár, hogy tényleg szembeszálljon. De az, hogy én. Uh, Megélem azt a fajta szabadságot, amit a sokat emlegetett éva editegen a döntés című könyvében leír, hogy mindig van egy döntés, hogy én mit teszek abban az itt és most helyzetben és az rajta már. Tehát ezt fel, megnézhetem, hogy hogy mit tudom, a felmenőim hogyan birkoztak meg, mit csinál, mit csináltak hasonló szituációban, de én dönthetek másképp, és ez a felelősség, az enyém. Nem a felmenőim, és nem a zikmai mamámé, hanem én most ott döntök a, ebben a helyzetben. És tehát itt rengeteg motivum és rengeteg uh, ellenállás lehet. Ezért érdemes mérlegelni, hogy ne ösztönből döntsek, hogy na, akkor ebben a helyzetben ez így van, hanem egy kicsit racionálisan is lássam, de azért mégis a zsigeri érzéseket is vegyem figyelembe. Tehát ez nagyon érdekes, ilyen kettősség, hogy elemzem is, de ott vannak az érzések is, és ott van a, amiről Máté Gábor azt mondja, hogy az agyunkat át lehet verni, meg gondolatok jönnek, mennek, az érzéseink azok szintén hullámzóak, de a gyomrunk nem tanult meghazudni. És az a gyomorból jövő döntés, ami nagyon sokszor a legjobb impulzus, mert az is egy tudatalatti döntési folyamat, de hogy nagyon gyakran, hogy ezeket a transgenerációs régi mintákat összekeverjük ezzel a zsigeri érzéssel, amikor azt mondjuk, hogy na hát Ösztömből vagyok anya, és ezt én tudom, de az, azok lehet, hogy rossz transzgenerációs minták. Tehát, hogy az így veszélyes, hogy azt mondja, hát én is felnőttem valahogy, és hát én zsigerileg tudom. Hát azért most már azért van jó néhány könyv a arról, van jó néhány könyv a, a, ugye ezekről a rossz régi gyereknevelési elvekről, kutatások, longitudinális mérések, amikor azt a gyereket megnézik 20 éves korába is, és azért tudjuk, hogy azok a régi jó ösztönös módszerek azért nem mindig voltak ugye a legjobbak. Például, hát az egyik példa, ez a, a szeretet megvonás. Hát há hányszor úgy büntették régebben a gyereket, hogy na, akkor nem szóltak hozzá. Tehát ennél rosszabb dolog. Tehát ez a csendelverés. Tehát, hogy nincs, amikor, amikor ő úgy érzi, hogy csak akkor szerethető, hogyha ő így viselkedik, és ha nem, akkor kész. Tehát, hogy e ebben nagyon könnyű kialakítani egy álszemélyiséget, hiszen akkor úgy formálom magam, hogy én elfogadható legyek, tehát nem az igazi önmagamat mutatom meg. Tehát, hogy, hogy ez is például a legdurvább büntetési módszer. Az elkülönítés, a mennyel, a nem tudok kapcsolódni, tehát, hogy hány és hány probléma formájában, ez később felnőtt visszaköszön. Anna, mit uh, tudunk mi a jelenben a gyerekeinkkel szemben, vagy a családunkban másképp csinálni, és jól csinálni, hogy gyakorlatilag ezek a transgenerációs minták és örökségek a lehető legelviselhetőbbek legyenek. Ugye, azt mondod, az energiák előre ö, működnek, tehát gyakorlatilag mi már segítünk, ha jól csináljuk a gyerekünknek, az unokánknak, ha az unokánknak. Mit tudunk? Kimondhatóvá tesszük a történeteinket. Megosztjuk a, a csontvázakat a szekrényből a gyerekekkel, hogy igenis, akkor abban a helyzetben. Mert ö, nyilván fontos az, hogy mi feldolgozzuk, de vannak dolgok, amiket azért még hadilábon vagyunk, és nehezen tudunk feldolgozni. Hogy tudunk erről akár beszélni? Az nagyon fontos, hogy az igaz történetet elmesélni jóval rosszal együtt. Hm. Mert, mert ugye nem tudom, hogyha itt ebben a műsorban beszéltünk már a történetmesélési módokról. Mert ugye vannak ezek az emelkedő narratívák, amikor kozmetikázunk, uh -huh. a mi családunk az csak ügyes és jó, és uh -huh. mindenki él volt, és aztán mindenki egyből a karrierjében előre ment, és ezt így kell csinálni. Ezek megterhelő történtek, hiszen nem mondjuk el azt a részt, amikor ez nem így működött. Uh -huh. Másik ugye ez az ereszkedő narratív, amikor bűnbak. Minden rá van Kenve, arra a nagyapára, aki annak idején összetört az autót, ha nem törte volna össze, akkor ma mi sem állnánk. És ugye ez az oszcidáló váltakozó narratíva az pont arról szól, hogy hogy leégett a ház, de aztán újraépítettük. Valamivel belebuktunk, de aztán valahogy csak kikecmeregtünk ebből az egész történetből. Tehát akár a, a bukás történetek, a, a, az, amikor valami nem sikerült, amikor valaki megakadt a saját életútján. Tehát, hogy minél több ilyen történetet mesélünk, annál inkább reményt kap az a gyerek, hogy igen, az életben van minden. Van olyan, amikor úgy érzem, hogy nincs tovább, van olyan, amikor úgy érzem, hogy most szárnyalok, olyan is van, amikor elválok, olyan is van, amikor újra házasodok. Tehát most minden családban van minden. És nagyon gyakran ugye ezek a, a... tehát azok a történetek, amik megrekednek, hogy most nincs tovább, mikor valaki például öngyilkos lesz, mert úgy érzi, hogy nincs tovább. Na ott ugye nagyon sokszor pont ez a történetmesélés akad el, hogy ő úgy érzi, akkor a szégyen, vagy olyan probléma, amivel nem lehet segítséget kérni, nem lehet mesélhetővé tenni, és miért ne lehetne? Mindig lehet segítséget kérni, a legnagyobb bátorság segítséget kérni adott helyzetben. És hogy minél több ilyen történet van, annál jobban tudja a gyerek, hogy igen, nem mindig kell nekem egyedül megküzdelem, nem szégyen elmenni, hogyha tényleg olyan transgenerációs történeteim vannak, amivel nem tudok megvirkózni, hát akkor menjek el, kérek segítséget. Ott van a pszichoterápia, ott van az önismereti csoport, ott van minden, és ott én meg tudom munkálni, lehet nem gyorsan, hanem ehhez idő kell lehet éveknek a története. De akkor is megéri ez a befektetett energia. Ez mindig nagyon fontos, hogy, hogy azáltal, hogy én tudom, olvastam róla, még nem megoldás. Tehát, hogy, hogy meg kell munkálni ezt az egészet. Hát azt ugye elmegyek két előadásra, ami erről szól, azzal lehet okosabb lettem, de még mindig nem oldotta meg a történetemet. Hát, tehát három ilyen könyv. Tehát kell, minden kell. Az is, hogy olvassak, az is, hogy filmet nézzek, az is, hogy podcastet hallgassak, azt is, hogy előadás, mert ez mind-mind segít. De és az is, hogy mindezeket a saját helyzetemben keresztül Igen, átfolyassam magam. Igen. És jöjjön az az aha élmény. Igen, tehát hogy, hogy, de, hogy nem lehet megúszni úgy, hogy én nem állok be a történetbe. De. Tehát, hogy, hogy az önismeret mint hogy az első műsorunkban is beszéltünk, az egy nagyon kemény folyamat, és hogy lehet olyan tartalma fognak előjönni, amivel nem könnyű szembenézni, de hogy nem lehet megúszni. Tehát nem lehet azt mondani, hogy ne én kipipáltam, meghallgattam ezt a podcastet, csak most már jó vagyok ezzel a történettel. Hát vagy egyáltalán kimondani ezt a szót, hogy önismeret, mert én nem sok ember szájából hallom, hogy önismeret, mindenki csinálja, végzi a feladatát, Mert hát igen, egy ideális világban lehet, hogy minden szülő meg kéne dolgozza a saját történetét még mielőtt gyereket vállalni. Az olyan lenni, mint a sofőr vizsga, hogyha ismered ugye a tiltott táblákat, a közlekedési szabályokat. Tehát, hogy sokkal könnyebb lenne gyerekként, hogyha mindenki egy kicsit szembenézne saját magával. Tehát, hogy na, de ezt nem lehet kötelezővé tenni, úgyhogy nagyon sok gyerek tünetében, problémájában pont ezek a történetek köszönnek vissza. Hát gyakorlatilag akkor ez összefügg azért azzal is, hogy az érzelmi intelligencia szintünk van-e ott, hogy mi azt mondjuk, hogy igenis foglalkozok önmagammal, tehát hogy az élet nem csak munkából, ételből, alvásból áll, hanem mondjuk van lelkünk, és annak van egy nagyon bonyolult folyamata, aminek vannak rejtett zugai, árnyékai és démonjai, és. Öröksége, és még nagyon sok minden, amiről beszélhetnénk, és beszéltünk is ebben a hónapban. És én azt gondolom, hogy aki ezzel tényleg foglalkozni akar, az ezeken a beszélgetéseken keresztül el tud ezen az úton indulni. Anna, milyen könyvet hoztál nekünk ebben a témában? Lássuk. Még amit hoztam, a cím az Örökölt Család Minták, félemek Érzések és Viselkedés Minták amelyeket a tudtunkon kívül átvettünk Mark Volinnak a könyve, ez pontosan a transzgenerációs történetekkel foglalkozik, az, ahogy nem velünk kezdődött, hanem valahol sokkal régebb, és azáltal, hogy ugye ezzel szembenézünk, talán egy kicsit meg tudunk bocsájtani a felmenőinknek, hogy olyanok voltak, amilyenek, vagy olyan döntéseket hoztak meg, amilyeneket, és... Ennek a könyvnek is az olvasása talán abba az irányba kellene eltöljön bennünket, hogy, hogy a személyes felelősséget fel tudjuk vállalni a saját döntéseinkért, tehát, hogy mindazzal, ami a hátunk mögött van, azzal mégiscsak kezdhetünk valami teljesen másra, tehát, hogy újra kezdhetünk egy másik történetet. Köszönöm szépen, ajánljuk mindenkinek, a filmajánlón következik. Hát itt végül is két filmet is hoztunk. Én elmondom az egyiket, te utána mondd el a másikat. Mondtad, tudom, hogy csak az egyik legyen, de szerintem érdemes akár mind a kettőt is megnézni. Az egyik egy nagyon szívünkhöz kedves film, mert hogy az egyik kolléganőnk készítette Simó Franciska rendezőként. Ez pedig az Érted című film, aminek egyébként volt is egy transgenerációs minták, ö, fotó beszélgetése a film kapcsán a Kult Fesztiválon is, amit szerveztetek, és hát akkor azért egy, ez egy számomra nagyon maradandó beszélgetés volt, mert hogy vadidegen emberek ültek össze, és nyíltak meg a transgenerációs mintájukkal kapcsolatban, és az ezzel való tapasztalatukkal kapcsolatban. Úgyhogy érdemes megnézni, három fiatal hölgy története bontakozik ki előttünk, nem is a története, talán a lelkének a története és a hozott ö, ö, örökségnek a története. Tiszakata ö, szövegei alapján készült egyébként a film. Hát ö, utána az ember nehezen tud megszólalni. Tehát érd, érdemes szerintem egy nagyon jó kiinduló pontja annak, hogy ö, hogy induljunk ezen az utazáson. A másik film, amit pedig te hoztál, az egy hosszabb film. Igen, az egy sorozat lényegében egyik kedvencem a Affair a The viszony ami egy szerelmi történet, és több nézőpontból szemlélve, nem csak a megcsalt fél, hanem a szerető szemszögéből, utána a felmenők szemszögéből, a minták szemszögéből, és hogy kicsit arról is szó, hogy hogyan lehet ezeket felülírni, hogy hány és hány utat kell végigjárnunk, ameddig egy más típusú döntést meg tudunk hozni. Minden esetre tanulni soha nem késő, szembesülni dolgokkal soha nem késő, és ezeket uh, gyakorlatilag kielemezni, hagyni, hogy egy kicsit átfolyanak magunkon, és mindezekből uh, kifolyólag a későbbiekben más döntéseket hozni, vagy a gyerekeinknek ezáltal segíteni, hogy ne azt az örökséget és mintát vigyék tovább, amit uh, mi rosszul csináltunk, azért, uh, azért ezt meg lehet tenni. Én azt kívánom mindenkinek, hogy ezen a nagyon kemény nyúlton, ami az önismeret, induljon el, vagy mondhatjuk azt, hogy folytassa csak tudatosabban, mint ahogy eddig tette, foglalkozzon vele, mert érdemes, és sokkal minőségi életet lehet így folytatni. Azt hiszem, hogyha képesek vagyunk ezeket a dolgokat elfogadni, megismerni és integrálni az életünkben. Köszönöm, Anna, hogy velünk voltál, és velem köszönöm. voltál személyesen. A következő hónap április, úgyhogy lejárt az önismereti témánk, jövő héten hétfőn már teljesen új témával jelentkezünk, de ezt csak akkor fogják megtudni, hogyha velünk tartanak, úgyhogy aki még nem tette meg, iratkozzon fel az RDI TV YouTube csatornájára, Pszichotrillek Podcast dr. Kedár Anna Máriával. Köszönöm szépen, annyit voltál velem. Én is köszönöm. Köszönöm a figyelmüket.